Now turn up. Mindenkinek sziasztok! Megköltöztem ismét a bűnbarlangba. Hát begyújtottam, mert hűvös van kint, és mint a címéből is látjátok, a videó címéből is, akkor meg kéne próbálnom ezt a partner gépet, a 405-öst össze, hát összevarázsolni valamilyen szinten. Hát elég húzamos idő lesz ez szerintem, mert közben most még mielőtt nekiálltam itt videózni, meg begyújtottam, meg minden, hát el kellett mosnom a csavarokat, kaptak egy benzinfürdőt, ugye, mert hát azok nem voltak elmosva. Ugye egyedül a henger lett eltakarítva valamilyen szinten, de szerintem ez már, én úgy nézem, jó lesz. Itt a főtengelye, ugye ő volt az rozsdás maszat, amit kivettem, azt láthattátok. Ugye egész idáig ázott, nem is tudom most már mióta, amióta a videó elkészült, addig ázott fagyállókba, fékolajba, és most kivettem. Hát igen, mondtam, hogy benzines, azt mondtátok, olajosan forraljam föl, olajos fürdőbe, azt most nem csináltam meg, már nagyon hűvösek vannak kint, úgyhogy esetleg majd, ha beáll, vagy valami történik vele, akkor vállom a felelősséget, így jártam. Úgyhogy olyan sokat, ez csak épp, mondom, próbaképpen lesznek ezek a gépek összerakva, annyi, hogy vágja, közben elindítok vele, tehát nem az, hogy én erdőzni fogok ezek a gépekkel, ez csak ilyen hobbi célra, föl a polcra, azt jó van. Elmostam akkor most gyorsából a forgattyús hálat, mert ő is gyúás volt. Meg hát, ugye a többi műanyag alkatrészeit azt láttátok, hogy hogyan mostam el a csere alkatrészeket, meg majd mutatom, hogy miket is cserélünk bent. Elvileg. Csak most gondolkodok, hogy ugye ezt a... Igen, ide nem szerváltam gumit, amin az impulzus fogja kapni. Ajaj. Itt meg vagyok lőve, most akkor nem tudom, mit csinálok. Hát maximum annyit tudok csinálni, hogy hiszen végül is odáig össze lehet rakni a gépet. Az impulzus gumi az egy dolog. Tehát van egy ilyen hitfány darabom itt, vagy nem tudom, hogy hát ebbe szerintem nem volt ezek között, vagy már annyira gáz volt, hogy kidobtam, nem tudom. Majd átnézem, vagy valahol itt valamelyik gépről lelopom. Nem tudom melyik. Ah, micsoda? Johnny-ban van tényleg, a Johnny 20-40-esében vannak ilyenek. Másnál vannak a henger, ha még jó az a gumi, akkor elcsórom. Lecsóromról azt akkor ráteszem ide. Azt meglátjuk majd, hogy mit fog muzsikálni. Hát persze a karburátor is. A karburátor sincs még elpuszolva, látjátok. De egyelőre úgy gondoltam, hogy meg kéne próbálni, mint kicsit eltüntetni az alkatrészeket, mert sose fogy el innél az asztalul. Mert csak bontom, aztán csak gyűlnek itt az alkatrészek mindenféle dobozokba. Úgyhogy akkor ezt megpróbáljuk. Jó, ez már megvannak a csapályt, megrendeltem, dugattyút megrendeltem, gyűrűket, ugye megrendeltem még a szimmeringek, meg nem tudom mik jöttek még, mit tudom, megnézd meg, tügörgő ez, meg az, meg amaz. Jó. Nézzünk meg. Nos, tehát akkor őről lenne szó. Ugye itt van abban, úgymond a, hát nem is az, hogy főbalkatrészek, de ide készítettem. Ugye a csavarok itt vannak egy kupóton, tehát remélem mindegyik megvan. Ugye azért teszem mindig őket ilyen PET palackba, nem dobozokba, kartondobozokba, meg ide-oda, amoda, mert abból kipotyoghat. A kartondoboz elengedi, idő után már tönkre megy, ellazul, megvizesedik, meg mit tudom, pepárásodik, az szétpotyog. De viszont ilyen dobozokból soha büdös életben fog kipotyogni, ha csak ki nem burul. Oké. Na tehát akkor ezt ugye elpucoltam. Ugye itt van a régi szimmering és csapágy. Hát ugye ezeket mondtam, hogy mindenféleképp ki kell cserélni. Mit tudom én, ugye itt is látszik még a rozsdafoltok rajta a szimmeringeken. Hát a csapágyok is mennálhattak szerintem valamennyire a vízben. Úgyhogy ezeket mindenféleképp cserélem. Na, hozom a... És dobozkát ide előkészítettem szépen, le kell törölnöm egy kicsit az asztalt. Hát bocsássatok meg, hogy nem laboratóriumok körülmények között szerelek össze, de hát nálam ez megszokott dolog, ugye, hogy nem steril cuccok vannak itt az asztalon, hanem úgy, ahogy van, az kész, ez lesz. Ez most lényegtelen szerintem. Úgyhogy, na, itt vannak akkor a csapágyak. Két, ez meg a két szimi. Meg hát itt a dugó, meg a csap, a komplet dugókészlet, ugye. Hát írtatok ugye, hogy ez a kék jelölési dugó, hát elég gyönge, meg mit, nincs edzve, meg mit tudom, mit csinálva.
úgyhogy törik, meg mit tudom én, de hát ha már egyszer előttem egy ült, akkor ezt dobom bele, akkor már nem a régit teszem bele. A régi, ami még hittázik a fékolajban, várjátok. Hát ugye, lehet, hogy még ez is jó lenne, nézd, ó, bakker, nem akarom itt összecsöpögni, lehet, hogy még ez is jó lenne, nem mondom, hogy nem, de hát majd esetleg azt csinálom, hogy kandalló tisztítóval, nyitátok, hogy az ilyen kormos cuccokra jó, jobb, mint az olajos cuccokra, azzal esetleg majd mi a fene, átdörgölöm, átnézem egy kicsit. Aztán, hogyha úgy lesz, akkor megmentem, hát el nem fogom dobni, hát ezeket a csapágyakat, ezeket el, meg a szívelingeket is. Na, egyszer pározom a... Jó, tehát frankó passzol, úgyhogy jó a méret. Hát ez is ugye Husqvarna szívering, tehát nem partneri, úgyhogy alapból szinte partnergépes cucc, tehát nem is rendeltem hozzá csak Husqvarnát, mert egyszerűen nincs, és kész. Ezt nem tudok ezzel mit csinálni, mert nem lehet rendelni valahol. Vagy ehhez a géphez, a 405-ös partnerhez, mert mondottam, abszolút nem volt semmi. Úgyhogy azért nem is vacakoltam vele. Nos, hát hol kezdjük? Egyszer azt kell csinálni, hát össze kell raknom a hengert, ugye valamilyen szinten össze kell párosítanom, rá kell tennem a dugattyút a hajtókarra, rá kell tennem a dugattyúra a dugattyúgyűrűt, aztán így tovább. De hozom, mert ugye azzal kenek át dolgokat, hát egy kicsit, most bocsássatok meg, ilyen a kezem nem tiszta, meg kit érdekel, kicsit megtörlöm, azt jó idő. Na, itt a új dugattyú, csapszegtűrgővő, és a csapszeg, és akkor ott van a pár micsoda, de pedig félre teszem, mert most negyelő nem kell. Ne legyen ma itt útba. És hogyan is van? Hogy? Na most azt kéne megtudnom ugye, hogy a francba van a... Honnét van ezen a micsoda? Kipufogó. Látok itt a test, úgymond a test. És akkor elvileg ez... talán így van benne. Látok, innen van lenkerék felfogatása. Szerintem ő lesz a... Most nézem ezt a... Kicsit puszolgattam ezen is. Ez is szerintem dette ugyanolyan, mint a husé. Ez a... Hogyan kell ezt rátenni ide? Ja, ide, így jön. Tehát hasonló a husinak a micsodájához, ugye? Gyújtásához. Lát, még ezzel is sikerül próbálnom, hát ezzel indult volna. A franc se tudja. Na mindegy, most már nem érdekes. Na mindegy, ugye ide, erre az oldalra jön, ugye itt a nagyobb hely, gondolom, itt a lenkerék, itt meg a lánc. Tehát akkor előre néz a kipufogó, és akkor a lenkerék. A lenkerék megy erre az oldalra, tehát akkor így kell beletennem. Így, né. Elvileg, na még egyszer azért megnézem, mert nem akarok hülyeséget csinálni. Tehát akkor tuti, hogy itt van a lenkerék felfogatása. Oppá, nem is jó hülyeséget csinálni. Látjátok, már most elcsesztem volna. Mert a lentkerék ugye az égpályához megy, az egyértelmű. Akkor jó, hogy visszanéztem a témát. Így, né. És akkor így megy bele. Oké, így felül lesz a lentkerék. Tehát ez, hogyan kéne megjelölnöm. Majd egyszer így teszem ide. Valahogy meg kéne jelölnöm, hogy a lentkerék oldala melyik oldal lesz. Mondjuk egy egyszerűen megkarcolom, hiszen nem leszenek semmi baja. Hogy a lentkerék oldala ő lesz. Ide húzok egy E betűt. Aztán megvan oldva a harci helyzet. Kész. Úgyné. Jó, persze a rutinosabbak már ugye tudják, hogy ránéznek, hoppá, ridikus. Ja, meg lehet erről állapítani. Jó, ja, bocsáss. Ez kész vagyok. Látjátok, szüttek így csavar. Hely. Jó, akkor ezt kár volt belekarcolnom. Na, akkor visszavonom a technikámat. Pedig azt hittem, hogy okosat fogok mondani, de ezek szerint nem. Na, kérem. Ráküldjük a dugattyúra a gyűrűt. És olajzás előtt megolajozom egy pöttyöt. Könnyebben. Na, ügyes vagyok. Valahogy mindig összejön ez a lögybölés itt. Na, mindegy, megpörgetem itt az olajba, ha már kilögyböltem ide. Így, nézd szépen. A gyűrűt is, meg akkor ide a
Dugattyúnak is adok egy kis anyagot, úgy, könnyebben ráugorjon. Oké, és oké. Na, és akkor nézzük meg, hogy mi az ábra itt. Mit mutat a dugattyú, hogyan kéne rápasszítanom ezt a... Hol a stift? Fölül van a stift, aha. Ott van fölül a stift, látjátok? Látjátok. És eleve ugye akkor a gyűrűt is úgy tesszük rá, hogy a felső fele, az alsó fele lesz a szükebb. Szélesebb, akarom mondani, hogy ez a kis nyúlványa. Éj, de jó, passzos emberek. Ajaj. Na, így ne. És akkor látható, hogy szépen ott össze tud szorulni frankon. Úgyne. Ajaj, már, hát lehet, hogy meg kell mosnom a kezemet, már összekoszolom itt a dugattyút, már tiszta dzsúa. Ajaj, nem jó dolog. Szép, szép, fényes dugattyúmat összetopogatom. Na, oké, ez kész, kicsit letörlöm a maszatot róla. Jó, tehát akkor ugye így megy bele, ahogy a henger van, innét van az a mi a fene, lentkerék, és akkor a kipufogó néz előre, tehát a nyilacskának előre kell néznie, vagyis így kell ennek rajt lennie. Oké, na akarok ma ebből az olajboha már kilögyböltem ide az asztalra, ide a csapszegre, és egy picikét azt akartam mondani, hogy remélhetőleg könnyebben bele fog menni, mint a másik, amit kiütöttem az Arizonából, ugye nem kell, de hát ki kellett ütnöm minden, ugye. Hát az érdekes lesz, mert ott, hát most kicsit az Arizonára rátérve még itt olajozom ezt a tűgörgőt. Érdekes dolgokat találtam, mármint más gépek alkatrészeiből fogom összerakni, ugye ha persze sikerül, mert a 9-es tűgörgő, a 9-es csapszeg akarom mondani, helyett egy 10-eset akarok beletenni, mert ugye történt az, hogy amit vettem, vagy szerzek hozzá, vagy egy kinéztem hozzá dugattyúszettet akarom mondani, az viszont 10-es tűgörgő, 10-es csapszeggel van ellátva. És így az a gáz, hogy az is ugyanúgy préselt emberek, ugyanolyan préselt, vagy ez a, mit tudom, minek mondják azt a, nem a, ez a sima tűgörgő, tehát ugyanaz, amit kivettem, tehát alumínium kis, vagy mit tudom, milyen burokba van benne, úgymond. És, na most jól összekevertem mindent, hogyan is volt így. Ja, akkor előre néz a, jó, még egyszer azért megnézem. Tehát azt akartam mondani, csak olyat találtam hozzá, és én szerintem muszáj lesz olyan, hát ha persze sikerül, most megrendelem azt a micsodát, dugattyút, tehát egy komplet szett lesz, ugyanígy megoldással, tehát kapok, nem a tűgő, bocsássatok, meg a tűgörgő nincs benne a szettbe, hanem csak ami a fene van bent, ugye csapszeg, meg a gyűrűk, meg a rögzítő gyűrűk, a csapszeg rögzítő gyűrűi, ugye ezek a kis valamik. És hát érdekes lesz, most már csak az a kérdés, a méretei stimmelnek, tehát az átmérő magasság stimmel, úgy nézem, hogy úgy is néz ki, aztán a többi majd a vallatáson kiderül. Tehát, hogy hülyeséget csinálok vele, na majd kiderül. Hát most nem olyan drága, tehát nem 15 000, vagy nem tudom mennyire írtátok, hogy egy dugattyú, persze abban a fűrészben valóban annyi, hogyha direkt olyat veszek. De ha én megoldom másképp, persze ha megoldható, ez nem biztos, ez csak az én fejemből pattant ki ez az ötlet, akkor megoldom azzal, kész, ennyi. Na kérem, bakker, ez jó feszes lesz ez a kis patent, már most látom, és ezek a kis rögzítőfülek. Ajaj, hát, ja, ezzel leszek egy darabig szerintem, még belejátszom ide. Főleg, hogyha elpattan a francba, annak meg még jobban fogok örülni, szerintem. Hát ezt adták hozzá, ennek bele kéne menni valamilyen szinten. Gondolom én, de hát akkor, ha ő nem úgy gondolja, az nem tudok mit csinálni. Hogyha nem akarja az igazságot. Vagy látszik, menjenesen, nagy nehezen sikerült ezért bevarázsolnom. Hát most, hogy ezt hogy állítsam be, hogy se, fogalmam sincs, sokan így. Én most megpróbálom egy függőbe beállítom, azt jó van. Na, és akkor jön a másik oldal. Másik oldal, annyi szenvedés.
Úgy, né, hál' Isten. Franco Nero. Úgy, né. Hát ezt eltekerem én itt, ez nem tudom az úgy, minek van itt. De itt el fogom tekerni. Így, egy kicsit arrébb kéne pöckölnöm. Jó van, úgy, úgy. Aztán jó van, így hagyom. Kérem szépen. A dugó helyszínen van, remélem, hogy jól is tettem föl. Tehát a lentkerék megy erre az oldalra, elő a kipufogó, a nyilacska meg előre néz, jó? Oké. Okay. Ez eddig jó, ez eddig semmi, ez semmi gond nincs, tehát akkor a dugattyú helyszínen van. Na nézzük meg ezt a... Ja, lehet, hogy egy kicsit meg kell a kotornom még ezt a... az alját, mert hát lehet, hogy itt hogy egy kis kívánnivalót ez a dolog. Úgy látszik, nem pucoltam meg rendesen, amikor elmostam. Na jó, mert ezt a részt úgy is kivágom, emberek, jó? Emberek, egy olyan kérdésem lenne, ki hogy a fenébe tudja, hogy elrakna ezt a tubusos valamit, tömítőt, hogy ne száradna már be. Hát nézzetek, hogy ez eszméletlen, most megérem megint kibontani. Alig használtam belőle valamit, látjátok? Alig van belőle használva, nem is tudom melyik géphez használtam belőle. Á, olyan mondom, ez csak, ez szívás. Hogy állandóan beszárad, én nem tudom, ez pedig a hagyományos, amit adtak hozzá kupakot, szépen rátekertem, frankó, nem is akartam megszakítani, és egyszerűen vissza beszárad. Ugyanúgy jártam az előző tubussal is, ott is egyedül a stílt megcsináltam, aztán utána van. Hát még puha, puha, mert lehet nyomkodni, de hát valami dugó, dugó van itt sajnos az elejébe. Na most talán, aha. Hát egy pötty kijött, de hát ennyi az össz. Hát ez nem valami nagy durranás, amit még itt kéne alkotnom. Ez minden, mindig beszárad, vagy mi a franc van ezzel? Hát ez elég gázi az a megoldás akkor. Na talán kijön valamennyi belőle. Ha ennyi most ehhez a géphez kell, valamennyire rákenem, azt jó van. Tömít, amit tömít. Na kérem. Jöhetnek akkor a csapágy szimmering. Úgy. Elvileg ugye, ja még várjunk, hoppácska. Hoppácska, rá kell tenni az olajzási cuccot, ezt a kis kütyüt. De ugye előtte rá kell küldenem a csapályat, hát szerintem ez rá is ment a La Nature. Akkor rá kell küldenem a szimmeringet. Ennek be kéne kicsit olajoznom a tengelyt, mert azért hát ja, azért könnyebben becsúszik, úgy mondani, ja, most ez nem arról szól, emberek, hanem erről, tehát itt könnyebben becsúszik a dolog. Akkor be van egy kicsit olajozva. Úgy. Húba kereszt, jó, megakadt ott. Ajaj, kéne még, kellene rá egy kis olajat, mert ez úgy látszik kevés volt neki. Na még adok az agyának, fényni. Meg lehet, ide is kéne kennem neki. Talán könnyebb lenne egy pöttyöt, ide is toloknál még egy picit ide belőle. Így. Hoppá, így, né. És akkor frankon ráküldöm, hát ha rámegy persze. Na itt az első akadályt simán vette. Pedig ezen is át kéne valamilyen szint, ó, prima, remélem. Jaj, de javultak, le is húztam azzal rendülette. Hát itt csak elcseszem. De milyen szépen ráugrott. Na oké, oké, oké. Csak azt akartam megnézni, hogy remélem, hogy jó. Úgy nézem, hogy jó, egy kicsit megnyomkodom, hogy esetlegesen a... Mi a fene az a kitörömkedés, egy kicsit menjen vissza. Úgy, né. Na és akkor ezt a... az olajzó csigat, ami hajtja ez a kütyű. Na ezt is rá kérem varázsolni valahogy oda. Hát mondjuk, hogy... Nem is tudom. Különösebben az olajzás a gépeimben nem érdekel, mert a lögybölök rá kis olajat, aztán jó van. Hát tényleg ezek nem maradt, lesznek elkészítve, de hogy micsoda itt erdőket ír csak vele, aztán órák szám menjenek ezek a gépek. Aha, abszolút nem áll. Ez csak tényleg így, ez szórakozni, ezt az kisebb ágakat levagdosni a gyümölcsfáimról, hogyha úgy van tavasz, az semmi extra. Ma éppen valamelyik, amelyik indul, azt előveszem, aztán azzal dolgozgatok egy pittyet. Na, akkor ez valahogy rá kéne csapkodnom. Talán. Melyik a kisebbik fele? 12-es. Ennél kisebb csőkulcsom, most hirtelen csicsen.
És hogy, vagy lehet, hogy van, de meg kell keresnem. Na, a nagy kalapáccsal. Tehát a nagy kalapács az videóból nem maradhat ki, tudjátok jól. Tudjátok ezt, ugye? Tehát az be kéne ütnöm addig a... Van az a kis horony a tengelyen, látjátok? Odáig el kéne ütnöm azt ezt a kis részét, ami oda majd be fog akadni, elvileg. Elvileg. De csak közben meg a simmering meg lefele vándorol. Maradja a helyeden atom. Elvileg jó. Elvileg a helyszínen van. Úgy írni. Látjátok? Nem tudom mennyire látszik, mennyire se, de bent van a, az az első kis csiga része a horonyba. Úgy, frankó. Hát ezt most tudom én, nyúj csak rajt, ne nyúj csak rajt, nem számít. Amit lehet variálni, de szerintem alapból úgy, főleg az ember az ujját is szétböki, az meg még profibb munka lesz itt kamerák előtt. Na, kicsit a szívelingen dolgozok, mert ugye most ugyan átugrott, megéne, kicsit kipuposodott, de így most már látható, hogy hely. Na, akkor ugyanúgy a másik felére se megjátsszuk. Csapágy, pum, szívering. Itt úgy szoktam csinálni, legalábbis a lentkerekes, itt a kupos részt azért ezt nem zsírozom, nem olajozom, mert ezt már mondtam több videóban is. Hát igen, mert jobb az, jobb, hogyha úgymond száraz az a rész, ez itt simán rámegy, ezzel nincs probléma. Úgyhogy, mert akkor lentkerék hát, ha megindul lefele. Ugye bár. Jó. Tehát akkor ők már nem kellenek. Nagy kalapácsot is elrakom innét, még mi kísértésbe esek, aztán valamit még itt ne kell kalapálni. Jó? És akkor innét azt kéne csinálnom, hát ha sikerül, hogy megkenem, persze jön ki ebből a szemétből, ezzel a piros tutyival, tömítő pasztával ezt az egészet, csak hát ugye ja, valami dugó még van itt, mint keletkezett itt, úgyhogy csavarhúzóval szedegetek ki annyit, aztán majd elkenegetem kézzel, már sem tudok kitalálni. Aj, bakker, ilyen gáz megoldás, komolyan mondom, azért nem tudom milyen anyagból van ez, vagy milyenből se, hogy ennyire ilyen hirtelen megköt. Jó, persze kell tömíteni neki, nem az, hogy nem. De hát azért könyörgöm. Az ember megveszi, nem is olcsó, ráadásul. Azt mondom, hogy mit tudom, csillagászati összegekért árulják, de akkor is azért elvárná az ember, nem? Hogy ha már egyszer megveszem, akkor valamit érjen. Még valamelyik el tudjam használni, mit tudom én. Ne csak tényleg egy gépre, aztán amennyi kell rá. Most mennyi kell egy ilyen gépre? Hát semennyi. Jószerivel. Hát abban a vicsodában jó lenne belenyomnom. Szimmeringnek a hornyában is az anyagot. De hát ugye nehéz oda. Mert akkor kap a, igen, a csapágy is kap. Na mindegy. Talán azért tömít valamit így is a szimmering. Hát remélhetőleg persze. Így, de jó van. Egyik fele azt mondom oké és oké. Forgatjus háznak is adok. Az a muszta meg a trutymót. Valami dugó még így van, és olyan nyomom kifele, ez rittig mindig oda megy ugye a kijárathoz, és eldugítja. Nehogy már jól érezzem magam. De megpróbálom végig bemutatni a dolgokat, a teendőket, ahogy így csinálom ezeket a úgymond felújításokat, vagy a roncsból valamit összehozunk, vagy sikerül, vagy nem alapom. Aztán azért is ez folyamatosan fog menni. Közben pofázok, azt jóval, jó? Emberek, remélem jó lesz így is. Na hát így sikerült összetutymákolnom. Meg itt ez a másik fele is, ezen is van anyag. Még egy kicsit kéne ide vadásznom ebből tubusból. Van itt ám még ebbe bőven, csak hát nem jön ki, bakker. Na így, hát remélem valamit azért tömíteni fog. Ha nem, hát így jártam, mondom. Úgy, né. Oké, na. Franko. Gyors rá is tekerem. Óvatosan, nem tépem meg, látjátok, szépen ráhúztam. Ez holnap, vagy lehet, hogy óra múlva nem ér sem, nem tudom kivenni. Na, húbak, beraktam ide az olajba, minden olajos itt. Jajajaj.
Ügyes vagy Attila, el is kell törölnöm itt az asztalt, mert tényleg hát hogyan lehet ilyen asztalon egy új gépet összerakni emberek, ugye? Új gépet, bocsánatok meg, hát ez nem új gép. Csak hát azért mégis hagyjunk egy kicsit. Nem is a laboratórium a körülmény, de legalább amennyire ugye tiszta legyen a plac. Na, hoppá, majdnem összeraktam emberek. Hol van az? Micsoda, itt van. Úgy. Kis olajat. Olajra bekenjük azért a dolgokat. Ó, lehet, hogy be kell már ülekennem, de hát most így utólag kenem be. Most leszedem a gyűrűt is. Még a gyűrűnek szerintem adtam elég rendesen ott az előbb. Így, né. Oké. Szóval ugorjon be a helyére. Onnét szerintem már azért bedolgozza magát. Maximum fúrok be neki védet, ezt jó idő. Na kérem, akkor még egyszer átnézzük, így van a kipufogó felén, van a kipufogó felén, van a nyilacska. És hol van a... Itt van. Ja, hát most oda nehéz lesz benyúlnom. Na várjátok. Jó. Hát ja, mert ugye annyira mély ez a... Nem tudom összeszorítani sem, és azt a, amit kaptam, ugye azt a gyűrűszorítót, azt se tud... Na, oké, elkapta. Jajaj. Elkapta. Frankó. Szépen bele kéne játszanom. Úgyhogy senkinek ne essen semmilyen bántódása. Na, nem mész a helyedre, atom. Nézzetek oda. Szíveringek nem passzolnak. Valami nem jó. Vagy nincs a helyén. Ja, aha. Meg kellene nyomnom egy pittyet. Valami nem akar a helyére ugrani. De már jó helyen lesz szerintem. Na, oké. Hát ez a forgattyús ház, ez meg ugye olyan mindegy, hogy van rajt szerintem, vagy nem? Szerintem ez oly mindegy. És akkor elvileg, hát mondjuk a külső fejét károlt meg kell, nem? Ügyes vagy Attila. Hát jaj, nek össze kéne jobban ugrani, de talán majd a csavar belehúzza. Hát bízok benne legalábbis. A csavar valamilyen szinten összerántja a témát. Akkor két csavar még kell ide nekem. Ami nem ez lesz, hanem ez a kettő, igen. Úgyne. Amíg lehet válogatni csavart, addig nincs probléma, addig bármi. Na azt, hogy ez a gép, hát nem tudom, ma úgyse tudom elnyitani, mert ugye karburátor sincs megpucolva. Hát nem tudom még mi baja van neki. Meg hogy most konkrétan az a karbi jó erá, amit adtak hozzá, vagy ami rajt volt, vagy pedig varázsoljak bele egy másik, egy kínait, lehet egy kínaival is elmenne ugyan. Nem tudom, megnézzük. Úgyis egy jó pár részt most fölveszek, aztán meglátjátok, hogy töltöm fel, meg hogyan sem, mert hát ugye ez egy részben nem fog beleférni, amit én bűvészkedek, az 100%, azt már előre tudom. Na úgy, szépen ráhúzatom, aztán mindjárt kinyomja ezt a szilót, vagy mi a neve ennek a francnak. Úgy, egyszer a két átlósat lehúzatom. Hát egy kicsit koszos az alja, nézzétek el, jó? Azt már nem pucoltam meg. Na, hol a fuxi kulcsom? Ott a fuxi kulcs. Mondjuk a fuxi kulcsa az a probléma, hogy már kikopott az hegye. Úgyhogy sokszor kiúlik a csavar fejéből, vagy átpörög. Hát persze, mondjuk nem arra van kitalálva, hogy ezzel... Jaj, bakker! Hát nekem van kulcskészletem. Na, mindjárt kihozom. Mindjárt meghúzom ezzel, jó? Nem akarom itt, hogy megszáradjon ez a tucc. Hát én kaptam, emberek, hát én kaptam.
mondtam is, hogy azzal már dolgozni fog, de hát ugye bakker elment, kiment a fejemből. Látjátok? Ugye né. Na, nézzetek oda. Az a jobban stimmül. Ugyebár? Ugyebár? Látom. Na. Így né. Ú, bakker. Kicsit rátolok még azért. Úgy, nem bikából. Előtt el kéne mennem gyúrni, ma mondtam, ugye? Úgy, ne? Aztán úgyis nem tudom mennyi idő kellene az anyagnak, tényleg. Persze, hogyha elolvasnám, akkor tudnám, de nem olvastam-e. Úgy. Hát most megszorult. Ojoj, most ezt a jó beszorult, kérem. Hát igen, persze tengelyen keresztül nehéz forgatni, rá kéne. Kicsit megkoppogatom, igazodjon egy pöttyöt. Jó lesz ez. Jó lesz ez, jó csúvás lettem. Mármint tiszta ragadáncs, mert ugye kifolyt, de hát az nem számít itt szépen, mert ezt remélem, hogy szépen betömíti a rendszert. Hát, hát kinyomtam mindenhol szépen körbe, látjátok. Tehát vagy, hát kell, hogy tömítsen,